Városunkban több egyesület és civil szervezet működik. Céljuk, hogy különböző területeken támogassák a lakosságot, de sok esetben a város intézményeinek munkáját is megkönnyítik. Ezek a közösségek fenntartásukat és működésüket pályázatok útján tudják finanszírozni. Jelenleg több városi egyesület vár arra, hogy beadott pályázatát támogassák a szaktárcák vagy szervek. Ilyen a Püspökladányi Őrdarú Egyesület is, akik a tavasszal nyújtottak be egy pályázatot Báránt településsel közösen. A pályázatot az önkormányzat is támogatja partnerként. Kora tavasszal adtuk be Báránt település önkormányzatával közösen egy pályázatunkat. Ebben a pályázatban az Őrdarú Egyesület konzorciumi partnerként van jelen. 90 millió forintos összegről van szó, és elsősorban felnőtt képzési területen fogunk majd tevékenykedni. Három települést érint ez a pályázat, Biharkeresztest, Bárándot és Püspökladányt, és elsősorban azokat az embereket célozzuk meg, akik felnőttek, de nem végezték el a 8 általános iskolát, és az ő képzésükre irányul, illetve különféle szakképzéseket is. Az egyeztetések folyamatban vannak jelenleg is a munkaügyi központtal. A pályázat 100%-os támogatottságú, tehát nem kellett önrészt biztosítani hozzá. Hamarosan értesülni fogunk róla, hogy sikeres volt-e a pályázatunk, vagy sem. Az Őrdarú Egyesület neve sokak számára a Tanoda programmal is összekapcsolható. Az Egyesület elnöke riporterünknek elmondta, a napokban került újra kiírásra a Tanoda pályázat, melyen szeretnének részt venni, ezzel folytatódna a megkezdett program. Örömmel értesültem a napokban, hogy valószínűleg lesz folytatása a Tanodának. Új Tanoda pályázatokat fognak kiírni, illetve pályázatot írnak ki. Ezzel kapcsolatban utazom éppen a napokban egy konferenciára Budapestre, és most kevesebb pályázat fog majd nyertes lenni, tehát körülbelül 35 Tanoda működik majd az országban. Természetesen az Őrdarú Egyesület is szeretné a megkezdett munkát folytatni. Lesznek mindenképpen változtatások, hiszen a Tanoda Standard, ami már megjelent az új pályázat kapcsán, változásokat ír elő, tehát csökkenti például a stáb létszámát, más feltételeket szabnak meg mindenféleképpen, de hasonló módon, és a célcsoport is az előző tanodával megegyezik. Ha a pályázat sikerrel jár, akkor elképzelhető, hogy nem a Haladás utcán, hanem egy új helyszínen indul a folytatás, mondta el riporterünknek Federics Lászlóné. A tervek szerint már szeptemberben indulhatna a Tanoda, de ugye a tapasztalataink azt igazolják, hogy biztosan lesznek késések. 24 hónapos projektről van szó. Tehát az előző tanodához hasonlóan fog működni. A helyszín még nem biztos, hogy a Haladás út 2 szám alatt. Valószínűleg, hogy nem ott fogunk működni. Polgármester asszonnyal a közeljövőben fogunk erről tárgyalni. A Püspökladányi Napfényes Támogató Szociális Egyesület a napokban nyert egy pályázatot. Bodó Sándor, a Hajdúbihar megyei közgyűlés elnöke, országgyűlési képviselő is figyelemmel kísérte az egyesületnek ezt a pályázatát. Az Észak-Alföldi Regionális Operatív Program keretében került kiírásra ez a pályázat, amely alapvetően azt tartalmazta, hogy a nappali ellátás keretében működő intézmények működési feltételeit javítsa. Megvalósítani ezt a pályázati programot, amit a Napfényes Szigeti vezetői munkatársai készítettek, vagyis egy több mint 40 millió forintos beruházás fog megvalósulni a Petőfi utca 19 szám alatt, ahol is a fogyatékkal élők, hátrányjal élők számára egy teljesen új épület fog megvalósulni, egy olyan épület, ami a kor kívánalmainak, az ő speciális elvárásainak teljesen megfelel, és hát ez szerintem egy olyan esemény, amely nem csak a helyel közel 40 családot, illetve az ottani dolgozókat érinti, hanem Püspökladány egész közössége számára is öröm. A Napfényes Sziget lakók számára nagy jelentőséggel bír a megnyert pályázat. Egy új intézmény épül fel a Petőfi utcán, és elköltöznek a mostani bérelt ingatlanból. A 40 millió forint értékű pályázati összegből már sikerült a telket megvásárolni, és a közbeszerzési eljárás után elkezdődhetnek az építési munkálatok.
A pályázat keretében van lehetőség a telek vásárlására is, adásvételi szerződés megtörtént, és tulajdonképpen ez egy keskeny hosszú telek, és azt gondoltuk, hogy teljesen alkalmas egy fogyatékosok nappali intézményére. Amikor a telek választásnál voltunk, akkor nagyon fontos volt számunkra, hogy a város központjában valósuljon meg az új intézmény építése. Jelen pillanatban a közbeszerzési eljárás folyamatában vagyunk, és június végére tervezzük, ha minden megfelelően működik. Június végén a beruházó, a kivitelező el tudja kezdeni a beruházást. Hajdú Lajosné elmondta, elsődleges feladat az intézmény felépítése, de már vannak távlati célok is, például a tetőtér beépítése vagy egy foglalkoztató műhely kialakítása. Ez a beruházás, amely most megvalósul, egy olyan tervnek az első üteme, amelyet szeretnénk továbbfejleszteni a jövőben, természetesen pályázati támogatásokkal, és bízunk benne, hogy a második ütem, ahol a foglalkoztató műhelyek kerülhetnek majd kialakításra, arra is sor fog kerülni, illetve már úgy van kialakítva az épület, hogy a tetőtér beépíthetővé válhasson, és itt pedig bentlakásos részt szeretnénk a jövőben. Információink szerint a Nagycsaládosok Egyesülete is sikeresen szerepelt egy komoly összegű pályázaton, de ezt a hírt még nem erősítették meg, az Egyesület elnöke azt kérte, néhány napon belül térjünk vissza a témára. És a többi szervezet is igyekszik a pályázati munkában minél eredményesebb lenni, a KEX Egyesület is nyert már ebben az évben pályázatot, valamint a Sport Egyesület is, hiszen fejleszteni, újabb célokat megvalósítani pályázatok révén lehet sikeresen.